Jó napot kívánok! Önök a Szekszárdi Krónikát, az elmúlt napok legfontosabb szekszárdi híreinek összefoglalóját látják. Advent első vasárnapján hivatalosan is kinyitott a kapuit Szekszárd leghosszabb rendezvénysorozata, a Szekszárdi Advent. A programok több mint 3 héten keresztül zajlanak majd a Béla Király téren és a helyi Babits Mihály Kulturális Központban. A szervezők azt mondják, hogy a januárig tartó rendezvények közül minden korosztály talál magának megfelelőt. Helyi általános iskolás diákok színpadi pásztorjátékával kezdődött meg hivatalosan is Szekszárd leghosszabb egybefüggő rendezvény sorozata, a Szekszárdi Advent. 3, 2, 1! A műsort aztán a város polgármesterének köszöntője, majd a Béla Király téren felállított karácsonyfa fényeinek meggyújtása követte. Ács Rezső Szekszárd polgármestere azt mondta, a több mint 3 héten át tartó adventi programsorozattal elsősorban a gyermekes családoknak akarnak tartalmas időtöltési lehetőséget kínálni. Ez a programszervezésnek a célja, amit ebben a 3 hétben idehoztunk a város központjával, az önkormányzat, a Babits Kulturális Központ közösen, hogy a családok évéhez való kapcsolódás jegyében olyan eseményeket hozzunk ide, amikor elsősorban a család valamennyi tagja ebben a felemelő időszakban egy kicsit lelassítva a mindennapok rohanását, jobban oda tud figyelni magára, oda tudnak figyelni egymásra. A gyerekek a legjobban a téren felállított szalmalabirintust és a népi játszóház mászókáit élvezték. Csak pár perce jöttünk, úgyhogy sok mindent még nem próbáltak ki a lányok, de a szalmát az elsősorban az volt az elsődleges hely, ahol játszottak. Most pedig ők még felfedezik a játékokat. A következő hetekben ugyanúgy, mint tavaly idén is rengeteg program várja majd a Béla Király tér és a helyi Babits Mihály Kulturális Központba ellátogatókat. Hétköznaponként és hétvégente a helyi civil szervezetek és vendégfellépők tartanak kulturális és jótékonysági rendezvényeket. Az adventi vásárban pedig a városban élő iparművészek és kézművesek várják a vendégeket. Hetek óta karácsonyi zene szól a boltokban, mindenütt ajándék ötletekkel, ünnepi díszekkel, és természetesen Mikulás csokoládéval és szaloncukorral találja szembe magát az ember, bármilyen kereskedelmi egységbe is tér be. Ilyenkor jóval többet is költ egy átlagos vásárló, mint egy 25%-kal nő meg a vásárlás értéke. A boltokba a karácsony előtti hetekben az éves forgalom több mint 10%-a folyik be. Milliárdos üzlet tehát a szeretet ünnepe. Karácsonyi zene, karácsonyi díszek, szaloncukrok, csokoládék. Ezzel találja szembe magát az ember bármelyik üzletbe is lépve november vége óta. Közeleg a Mikulás napja, emlékeztetnek is erre a boltok. Számos méretű, márkájú csokoládé Mikulással tömött standok jelennek meg a boltokban. Lehet 120 forintért és 1200 forintért is kapni a szezonális édességből. Éppen Mikulást szeretnék vásárolni a kis unokámnak, igaz, hogy az utolsó pillanatokra hagytuk, de már ő már megnézte egyszer, és ezt választotta, és úgy gondoltam, hogy ez egy minőségileg elfogadható. A szekszárdi vásárlók között akadt olyan, aki az ünnepekkor kizárólag azt nézi, mivel okozhat örömet családtagjainak. Az ár ilyenkor másodlagos. Kalendárium naptárt veszünk, meg csokoládét, Mikulásra csokoládét. És akkor karácsonyra szeretnénk olyan dolgokat venni, amivel tud játszani az iskolás a kicsivel, a kicsi a naggyal. Mi bábra gondoltunk, aztán majd még meglátjuk, meg a családnak egy ilyen ünnepi tálcát. Mindig megtalálja az ember, amire szükség van, időkérdése. És ön már megvette az ajándékokat? Hát még kérdezem. Nem. Elképzelés van, de még nem. Az egyik kereskedelmi láncnál jóval nagyobb a forgalom decemberben, mint az év többi szakaszában. Ilyenkor mintegy 500 fővel többen is dolgoznak a boltokban. Javarészt a szezonális munkára fogható diákmunkások és nyugdíjasok. A decemberi hónapban az éves összforgalmunk 10%-át realizáljuk. Az átlagosár pedig átlagosan 20-25%-kal nő az adventi időszakban, és 3%-kal nő a vásárlók száma. A csokoládé Mikulásra az elmúlt évben csak nem 4 milliárd forintot költöttek a magyarok, ami 686 tonnának és 11 millió tételnek felel meg. Az Országos Kereskedelmi Szövetség számításai szerint egyébként összesen 100 milliárd forintot hagyunk a boltokban karácsonykor.
2012. január 1-e óta működnek a békéltető testületek. Az ideforduló fogyasztók megkereséseinek jelentős része per nélkül megoldódik, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a vállalkozók is szívesen intézik itt a vitásügyeket. Ennek ellenére Tolna megyében van országosan a legkevesebb dolga a testületnek. Bár logikusan ünnepkörnyékén kéne az ügyek jelentős részének jelentkeznie, ez még sincs így, mondta a békéltető testületek működéséről szólva Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. A tapasztalatok azt mutatják, szívesen fordulnak ide a panaszaikkal a vásárlók, és a vállalkozások is mindent megtesznek a békés rendezés érdekében. Hogyha oda fordulnak a vevők, a békéltető testület azt komolyan kivizsgálja a panaszokat, általában megnyugtató válaszokat is tud adni, és azokat, ha tovább fordulnak a vevők, a bíróságon is elfogadják a békéltető testület döntését. Ennek ellenére az ügyszámok tekintetében Tolna megye a rangsor utolsó helyén áll. A fővárosban ezres nagyságrendben fordulnak a vásárlók panaszaikkal a testülethez. Sajnos még nem annyira elterjedt a mi megyékben. Olyan 100 körüli ügy van évente, többi megyében sokkal magasabb. Budapestről már nem is beszélem, mert ezres nagyságokban vannak a panaszok. Fischer Sándor azt mondja, jó lenne, ha a vásárlók félretennék a számlákat, melyeket vásárláskor kapnak annak érdekében, hogy az esetleges vita esetén legyen jogalap a testülethez fordulni. A statisztikás szerint a testület elé kerülő ügyek majd mindegyike békés úton mindkét fél megelégedésére rendeződik. 7 év fegyházbüntetést kapott az a bonyhádi férfi, aki hosszú időn keresztül postán rendelt külföldről drogokat, hogy azokat Tolna megyében adja el. Összesen több mint 12 millió forintot szánt erre, ami részben családi örökség és a rokonaitól kölcsönből állt össze. Az ítélet egyelőre nem jogerős. A postán kapott drogot már azelőtt lefoglalták a rendőrök, hogy házkutatást tartottak még 2016-ban a bonyhádi férfinál. A rendőrök titkosszolgálati eszközökkel is figyelték az akkor még 20 éves fiatalt, tudták, hogy rendszeresen nagy tételben rendelt kábítószert. Az elfogás után a díler azt vallotta, hogy 14 éves kora óta függő, és korábban volt már büntetve kábítószerrel való visszaélés miatt. Akkor próbára bocsájtotta a bíróság, a mostani ügy vádját pedig ez idő alatt követte el, ez súlyosbító körülménynek számított. A drogokat a családtagjaitól kapott pénzből rendelte, összesen több mint 12 millió forintot kért kölcsön, és a nagyapai örökségét is erre költötte el. A rendőrök tabletták gyártásához szükséges eszközöket is lefoglaltak tőle. A férfi az összes tárgyaláson végig tagadta, hogy másoknak is adott el a szerekből. Az ügyben most született ítélet. A bíróság az első rendű vádlottat halmazati büntetésről 7 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetése a közügyek gyakorlásától 7 év eltiltásra ítéli. A bíróság az első rendű vádlottal szemben 4.152.855 forint erejéig vagyonelkobzást rendel el. Az ítéletet a vádlott rezzenéstelen arccal hallgatta végig, utána a védőjével egyeztetett néhány percig. Az ítélet tehát nem jogerős, mert a vádlott és az ügyész is kértek 3 nap gondolkodási időt, a férfi addig előzetes letartóztatásban marad. Közeleg az Emberfia címmel 7. alkalommal szervezte meg a Pécsi Egyházmegyével karöltve a Szent József Iskola Központ a Dzsida Jenő szavaló versenyt. Szombaton a szekszárdi katolikus plébánián közel 60 óvodás és kisiskolás állt ki a közönség elé egy-egy magyar költő istenes vagy témájában a karácsonyhoz, adventhez kötődő versével. Mikor újongva nevet a kékig, és a szellő mégis ezer szízegő halott levélkét takarít. A korosztályukhoz mérten komolyabb verseket is hallhattunk az általános iskolás versenyzőktől a Dzsida Jenő szavaló versenyen Szekszárdon a katolikus plébánia közösségi házában szombaton. A közel 80 óvodás és iskolás 10 különböző iskolából érkezett, a Szent József Iskola Központ rendezi meg évről évre a Dzsida Jenő versmondó versenyt. Ezelőtt 7 esztendővel az én ötletem volt ennek a versenynek a megindítása. Igazából az volt, kettős célom volt, az egyik az, hogy ezt az adventi időszakot, ami a mi iskolánkban egy kiemelten nagyon fontos és különös hangulatot árasztó időszak, azt még egy picit emeljük azzal, hogy a gyerekek adventhez, a hithez, illetve magához, karácsonyhoz kapcsolódó verseket hoznak.
A másik cél, hogy a gyerekek objektív értékelést kapjanak a teljesítményükről, ezért hívnak a zsűri elnökének valamilyen országos hírű színészt évről évre. 3 évvel ezelőtt láthattuk először Szekszárdon Mikó István Jászai Mari díjas színművészt a zsűri elnökeként. A felkérésnek idén is örömmel tett eleget, mint mondta. Már az nagy dolog, hogyha valaki kiáll és elmer mondani egy verset manapság, az a legnehezebb dolog. Az, és hogyha még valakinek az is sikerül, hogy pontosan, érthetően, értelmesen és szépen beszél, nyilván annak több esélye van, de mindenki, aki itt volt, nagyon helyes és nagyon, nagyon szép dolog ez, hogy vállalkoztak erre. A szombati megmérettetésre magyar költők adventhez és a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó bármilyen tárgyú istenes verssel nevezhettek. A tavaly alapított Dzsida Jenő emlékérmet a kiemelkedően magas színvonalú szavalatokért vehették át a gyerekek. December 1-jét 1998-ban az Egészségügyi Világszervezet nyilvánította az AIDS elleni küzdelem világnapjává. A cél, hogy 2030-ra megakadályozzák a vírus terjedését. Jelenleg nagyjából 37 millió HIV-fertőzött él a világon, de Magyarország ebből a szempontból a kedvezőbb járványügyi helyzetű országok közé tartozik. Freddie Mercury, Anthony Perkins, a Skiffy atya Isaac Asimov, vagy a világ egyik legismertebb topmodellje Gia Galangit. Mindannyian az AIDS áldozatai lettek. 1987 és 2002 között Tolna megyében 336-an vesztették el életüket az AIDS következtében. 2018-ban 11 ember életét követelte a kór. És 27 HIV-fertőzöttünk van. Most igen. Raus Ágota főorvos véleménye szerint csökkenőben van a betegek száma Tolna megyében, köszönhetően a megfelelő propagandának. Statisztikai adatok is azt mutatják, hogy az AIDS-ben megbetegedettek száma egyre inkább csökken, viszont az afrikai országokat tekintve ez nem mondható el, főleg a Szaharától délre eső országokban, hát nagyon fontos megemlíteni, hogy ott az AIDS még sajnos nagyon nagy számban jelen van, és ez okozza talán azt, hogy az egész világra tekintve a halálokok száma közül a hatodiknál szerepel az AIDS. Magyarországon Tolna megyében van a legkevesebb nyilvántartott beteg. A legtöbben Budapesten élnek, vidéken pedig Pest és Fejér megyében. A regisztrált fertőzöttek között lényegesen több a férfi. Az emberek, mondja Laus doktornő, hajlamosak összekeverni a HIV-fertőzést az AIDS-szel. A HIV-betegség, tehát a HIV-hordozás, a HIV-pozitív hordozás és az AIDS-betegség közt azért óriási különbség van, hiszen ha valaki HIV-pozitív, akkor akár ha szedi a gyógyszereit, amik most már nagyon modernek, és gyógyszerkombinációban szokták adni a betegeknek, akkor hosszú ideig, akár évtizedekig is elélhetnek, és akár visszanyerhetik eredeti immunstátuszuk, és ez a halálokat is jól befolyásolja. Hogyha viszont azt nézzük, akkor az AIDS-betegségben így ennek megfelelően akár AIDS stádiumban is hosszan elélhetnek az emberek. Az Egészségügyi Világszervezet célja, hogy 2030-ra megállítja a világban az AIDS terjedését. Asztalosné Marosi Marianna az Esőmanók autista gyerekekkel foglalkozó alapítvány tagja kapta az év Tolna megyei önkéntese díjat. Az általa ünnepségen elhangzott, egyre többen csatlakoznak az önkéntesek táborához, és a megszólítottak jelentős része a fiatal korosztályból kerül ki. Mindannyian találunk az életünkben, a mindennapjainkban olyan dolgot, amit éppen aznap, vagy azon a héten, abban a hónapban tettünk, ami jó. De az önkénteseket megkülönbözteti a többi embertől az, hogy ezt gyakorlatilag az életük részeként teszik. Hagéva szekszárdváros alpolgármestere ünnepi beszédében arról is szólt, egyre több olyan emberrel lehet találkozni, aki saját idejét feláldozva tesz egy ügyért, amivel segítséget tud adni embertársainak. Szerencsére a fiatalokat is sikerül most talán már ezzel megszólítanunk, különösen, hogy új jogszabályi háttere van az önkéntességnek, talán egyre nagyobb teret biztosít arra, hogy a fiatalok is be tudjanak kapcsolódni a munkába, és ezáltal újabb ismereteket szerezhetnek, ugyanakkor egyfajta közösségépítő jelentősége is van ennek. Az idei esztendőben a szociális szféra területéről érkezett a legtöbb jelölés, mondta Réged Balázs, a Lakható Szekszárdért Egyesület elnöke. Az idei évi díjazott is olyan szervezet tagja,
aki a rászoruló hátrányos helyzetű gyerekek mindennapjait próbálja könnyebbé tenni. Az idei díjazott az Esőmanók Alapítvány tagja. Ők is olyan tevékenységet vállalnak fel, amely azt jelenti, hogy a hátrányos helyzetű rászoruló gyermekeknek a mindennapjait próbálja segíteni. Azt gondolom, hogy szép példát szolgáltathat mindenki elé, mind az Egyesület, mind pedig Marianna tevékenysége. Az év Tolna megyei önkéntesek 2018 díjat adományoz Asztalosné Marosi Mariannak. Asztalosné Marosi Marian hosszú évek óta segíti a gyerekek beilleszkedését, fejlődését. Az a szeretet, ami viszi előre az embert, és az biztos, hogy ez az, ami segítheti azt, hogy tovább tudja folytatni azt a munkát, aki ezt elkezdi. Nem is munkának érzi, hanem ez egy olyan jellegű dolog, ami örömet is ad, nem csak mi adunk, hanem mi kapunk is ezáltal, és többek is leszünk tőle. Magyarországon 500 000, Tolna megyében 3600 fogyatékossággal élő ember él. Problémáikról, az őket segítő új eszközökről is szó volt azon a kerekasztal beszélgetésen, amit Szekszárdon tartottak meg a Fogyatékkal Élő Emberek Világnapja alkalmából. Hodó 5 éve segíti nagyot halló gazdáját az élet minden területén. Ha valamit meghal a kutya, amit a gazdája nem, akkor megböki és oda vezeti a hang forrásához. Simoni Váradi Zsuzsanna azt mondja, a jelnyelvi törvény létrehozása óta, továbbá az internetes jelnyelvi szolgáltatásokkal sokat fejlődött a hallássérültek életminősége. Ez a hallássérültek számára azért fontos, mert akkor nem kell szólni a tolmácsnak, hogy menjen el egy adott helyszínre neki segíteni a kommunikációban, hanem felmegy erre az alkalmazásra, bejelentkezik az éppen akkor ügyeletes jelnyelvi tolmács, és a képernyőn keresztül, az interneten keresztül tudják az ügyeiket intézni. A szakmai vezető hozzátette, úgy érzi, jobban elfogadják a nagyot hallókat a munkaerőpiacon, mint más fagyatékkal élőket. Mintegy 95%-uk dolgozik. Nehezebb helyzetben vannak a vakok és a gyengén látók. És bár a kommunikációjukat, a munkavégzésüket segítő szoftverek már ingyen elérhetőek, és idéntől már magyarul is beszélő, ébresztőként is funkcionáló óra is segíti a vakok mindennapjait, mégsem megy könnyen a társadalmi integrációjuk, mondta a Fogyatékkal Élő Emberek Világnapja alkalmából megrendezett kerekasztal beszélgetésen Kovács Lászlóné elnök. Hargéva, a Szekszárd alpolgármestere azt emelte ki, hogy Szekszárd mindenki számára elérhető szolgáltatásokat, akadálymentes beruházásokat biztosít a jövőben. Úgy tervezték meg például az új úszodát, a sportcsarnokot, a tudásközpontot, hogy ezt mindenki meg tudja közelíteni. A jogszabályváltozások mindig kell, hogy kövessék az ő gyakorlati tapasztalataikat, mi pedig itt helyben próbáljuk az ő igényeinknek megfelelően alakítani, például az intézményeinknél az akadálymentesítést, például a szolgáltatásaink elérhetőségét, hiszen nagyon fontos az, hogy hasonló körülményeket teremtsünk nekik, mint bárki más számára. December 3-án van a Fogyatékkal Élő Emberek Világnapja. Magyarországon egyes adatok szerint közel 500 000 ember fogyatékkal élő. Tolna megyében 3600 fogyatékossággal élő ember él, közülük 1900 látássérült. A sertéspestissel foglalkozó képzéseket tartottak két napon keresztül a sertéstenyésztéssel foglalkozó szakembereknek és az ágazathoz kapcsolódó iskolák oktatóinak Szekszárdon. Az egyedülálló rendezvényt a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége kezdeményezte. Két napon keresztül hallgathattak meg a sertéságazat aktuális helyzetével kapcsolatos szakmai előadásokat az oktatási programban résztvevő diákok, pedagógusok és egyetemi oktatók. A Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége által szervezett kétnapos program egyedülálló kezdeményezésnek számít Magyarországon. Tapasztalt szakemberekkel elkezdik, és mi úgy gondoltuk, hogy erre a szakközépiskolák, a szakmai intézmények jó helyszínek lehetnek, hogy mind az ott dolgozó oktatók részére, az ott dolgozó fiatal diákok részére, de a szakmában már nagy tapasztalatokkal rendelkező, illetve a bizonyos ágazatokat most jelen pillanatban itt a NÉBIK-nek, a NR nyilvántartó rendszernek a vezetői, ők jöjjenek el. A szakmai szervezet mostani programján az előadók elsősorban az afrikai sertéspestis megelőzésével foglalkozó témákkal készültek. Mi abban gondolkodunk, ahogy ez nagyon sok fórumon is elhangzott, hogy közép-hosszú távon kell az afrikai sertéspestissel számolni a sertéstartóknak, erre pedig egy tökéletes alkalom, hogy a hallgatók, a diákok halljanak erről, hogy mit kell tenniük a jövőben. A képzés
Megismerési Napnak helyet adó Szekszárdi Csapó Dániel szakközépiskola igazgatója szerint óriási igény van a pedagógusok és az egyetemi oktatók körében arra, hogy első kézből hallhassanak az ágazatot érintő kihívásokról és eredményekről. Ez azt gondolom az érdeklődés is mutatja. 15 olyan Agrárminisztérium fenntartásában működő szakközépiskola, szakgimnázium vesz részt a rendezvényen. Azt gondolom ez is egy nagyon szép mutatószám, illetve hát azt is el kell mondjuk, hogy valamennyi felsőoktatási intézmény, egyetem képviselői itt vannak, ahol a sertéságazattal, sertésképzéssel foglalkoznak. A kétnapos szakmai rendezvényen összesen több mint 100 résztvevő hallgatta meg az előadásokat. 1000-től akár 20 000 forintig is terjedhet a karácsonyfának szánt fenyők ára. Legolcsóbban az egészen apró lucokhoz lehet hozzájutni, de egyre többen vesznek jóval drágább, ám szebb normand fenyőt is. Sőt, a földlabdás tavasszal kiültethető karácsonyfákra is egyre nagyobb az igény. Ezeknek viszont már nagyjából 15 000 forint darabja. Ez a normand fenyő, ez az egyik legkedveltebb fenyő a vásárlók körében, mert nem hullatja a levelét, sokáig szép zöld marad. A drágább, de szebb és tartósabb normand fenyőből viszik el a vevők a legtöbbet. Ezt mondja a Szekszárdi Szépkertfaiskola főkertésze. Náluk már most sokan érdeklődnek a karácsonyfák árai után, ezért jó előre felkészültek. 700 négyzetméteren nagyjából 700 fenyőfát terveznek az ünnepig eladni. Ugyanekkor a fenyő vágottban az mondjuk maximum 9 000. A fenyőfák árai 1000 forinttól akár 20 000 forintig is terjedhetnek. A legolcsóbbak az apró lucok, a legdrágábbak pedig a tavasszal kiültethető földlabdás normandok. Ezeknek az ára 15 000 forint körül mozog. A szakértő azt mondja, egyre többen keresik ezeket. Leginkább normand fenyőt és ezüst fenyőt tartunk nagy választékban. Ebből elsősorban a földlabdás fákat keresik nálunk a vásárlók, minket erről ismernek, hogy nálunk nagy választékban tudnak választani. A földlabdás fenyőket tavasszal érdemes kiültetni, különös bánásmódot nem igényelnek, csak arra érdemes figyelni, hogy lehetőleg meszes talajba kerüljenek. Továbbjutással felérő győzelmet aratott az atomerőmű KSC az Európa Kupa H csoportjának utolsó előtti fordulójában. A szekszárdiak újra remek egyéni teljesítményekkel fokozatosan gyűrték le hazai környezetben az addig csoport első szlovák ruzsomberokot. Nem a véletlen műve, hogy a szlovák ruzsomberök, nekünk persze Rózsahegy, eddig az élen állt az Európa Kupa H csoportjában, és 7 ponttal odahaza a későn hajrázó szekszárdi csapatot is legyőzte. Az első negyedben, a visszavágón, az Ellenberg Jeffrey Sisnájtjel légiós trió a szekszárdi szurkolókban félelmet keltően vitte előre a szlovák élcsapatot. A KSZ mintha egy picit ekkor az öltözőben maradt volna. Látszott, hogy utoljára 3 hete lépett pályára a csapat a válogatott szünet miatt. De aztán minden államszerűen összeállt. Mind a gyorsindításban, mind a felállt védelem elleni játékban fokozatosan a ruzsomberok fölé nőtt a hazai csapat, a közönséget ezzel lázba hozva. A két magas ember, McCall és Bishop a támadásban szinte extrát nyújtott, de az irányítók Studer Ágnes és Frida Elderbrink is mondhatni nemzetközi nívón mozgatta a csapatot, kiismerhetetlenül játszottak, miközben a csapat védekezésére sem lehetett panasz. A szlovákok 15 pontos 87-72-es vereségében bizony tényező, hogy amíg a ruzsomberok nem tudta minőségi cserékkel pihentetni a két amerikait és Sisknájtjét, addig a KSC-ben Jovanovicsnak, Kisvirágnak, Gereben Líviának bizony voltak fontos momentumai és pontjai is. Volt gyorsindítás gólokot, volt szép figurák, amit nagyon hosszú türelmesen játszottunk. Úgyhogy én azt érzem, kezdünk alakulni. Ezzel a győzelemmel biztos továbbjutó az Európa Kupa H csoportjában a KSC Szekszárd, függetlenül attól, hogy mi lesz az eredmény az árufordulóban a cseh Nymburk otthonában. Szekszárdi Krónika című műsorunkat látták, megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!